Köszöntöm a Honvéd Hét nézőit! Az első és második világháború 118 magyar hősi halottját temették újra november 22-én Budapesten a Fiumei úti sírkertben. Végső nyughelyükre érkező katonák búcsúztatásán találkozunk. Többen egy évszázad, mások 8 évtized után lelik meg az őket megillető békét, egy rettenetes háború elveszített hőseiként a háborúnak akkor lesz vége, ha eltemetjük az utolsó hősi halottat is. És ha a temetők végéje végül mindenki számára elhozhatja a lezárást, ha mindenkiről számot tudunk adni, és mindenki hazatérhet, legalább a nemzet emlékezetében neki fenntartott méltó helyre. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2023 évben 48 helyszínről 460 hősöl áthalt katona exhumálását végezte el. 118 magyar hősi halottnak adjuk meg a végtisztességet ma, itt a Fiume úti sírkert 52-es parcellájában. Csád biztonsága a Száhel régió egészét tekintve kiemelt jelentőségű, de Magyarország és egész Európa érdeke is, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf a csádi magyar katonai misszió kapcsán. A honvédelmi miniszter a csádi köztársaság nemzetvédelmi miniszterét fogadta november 21-én Budapesten. Cela va renforcer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Tchad. Olyan mennyiségű, szervezettségű migráns tömeg zúdul Európára, amely mindenképpen az európai országok is, így Magyarország is cselekvő fellépését igényli. Minden, ami a Száhel régióban történik, az közvetlenül megjelenik Magyarország határain is. És ennek a régiónak már az egyetlen stabil állama Csád. Úgy is tekinthetünk Csádra, mint a stabilitás exportőrére ebben a régióban. Ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy egy komplex és összetett támogatási csomagot ajánl fel Csádnak. Ennek van egy fejlesztési pillére, nyilvánvalóan és szükségesen egy diplomáciai pillére, és a mai nap aláírt együttműködési megállapodás keretében, és a csádi elnök meghívására egy katonai szerepvállalás is. Már jártunk itt Csádban, a vezérkari főnök is személyesen szemrevételezte a körülményeket, illetve a következő hetekben egy további előkészítő misszió fog Csádba látogatni. A török ipari és technológiai miniszterrel folytatott tárgyalást Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter november 23-án Budapesten. Magyarországnak stratégiai partnere Törökország. Katonai téren is rendkívül intenzív az együttműködés. Törökország részt vesz a NATO keleti szárnyának megerősítésére létrehozott több nemzeti harccsoportban, és a napokban zárult nagy sikerű adaptív Huszárs 2023 gyakorlatban is török katonák vettek aktívan részt. A védelemipar szempontjából példaként tekintünk Törökországra, hiszen a hosszú évtizedek alatt kiépített rendkívül nagy, stabil, profitábilis és erős védelemiparral rendelkezik. A magyar gazdaság új nagy lehetősége a védelemipar kiépítése. Több ilyen sikertörténet van már mögöttünk, amelyben
A magyar emberek bizonyították tudásukat, rátermettségüket, tapasztalatukat, dolgozni vágyásukat. Tekinthetünk úgy a védelemiparra, mint a magyar megújuló haderő eszközigényének kielégítését szolgáló szervezet vagy szektor, és ez nagyon fontos is, hiszen ez a szuverenitás a haderőnk erejét garantálja, de ennél még lényegesebb, hogy úgy tekintsünk rá, mint amely a magyar nemzetgazdaság egyik új hengere. A magyar haderő átfegyverzése 2015-16 környékén elindult, és rohamléptekkel halad. Ezeket az új NATO-kompatibilis modern eszközöket, amelyeknek a beszerzéséről az elmúlt években megkötöttünk néhány nagyon fontos szerződést, és újabbakat kötünk folyamatosan. Ezek biztosítják ennek az átfegyverzési folyamatnak a menetét és a sikerét. És ezt a folyamatot mindig nagy nemzetközi stratégiai partnerekre támaszkodva, építve kezdtük meg. Említhetném a Rheinmetall közös zalaegerszegi páncélozott harcjárműgyárunkat, vagy az épülőben lévő várpalotai lőszergyárat, vagy éppen, ahogy a kollégám is említette, a Nurol Makinával, Törökország egyik nagyon fontos járműgyártó cégével való stratégiai partnerségünk képezi. Magyar dostlarımızla birlikte geliştirme, birlikte üretme ve kazan-kazan yaklaşımıyla tesis edeceğimiz işbirliklerinin tüm taraflar için çok yararlı olacağını değerlendiriyoruz. Stratejik ortağımız Macaristan ile gerçekleştireceğimiz bugünkü çalıştay sonrasında ortaya çıkacak yeni projeler hem iki ülkeye hem de NATO'ya güç kazandıracak. Budapesten az anyagellátó raktárbázis objektumában tartották meg a Magyar Honvédség katasztrófa védelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című projekt záró rendezvényét. A honvédség elsődleges feladata és alaprendeltetése mellett a katasztrófa védelmi beavatkozó erők részeként arra is hivatott, hogy országszerte létrehozott, kiképzett és felszerelt munkacsoportjai rendelkezésre álljanak és intézkedjenek, ahol szükséges. A finanszírozott eszközök révén a Magyar Honvédség katasztrófa védelmi képességének hiánypótló fejlesztése valósult meg, és lehetővé válik az éghajlatváltozás hatásai miatt bekövetkező katasztrófák magasabb minőségű kezelése. Tisztában vagyunk a ténnyel, hogy a Magyar Honvédség egyik kiemelkedő, alaprendeltetésével tartozó, jogszabályok által rögzített feladata, hogy közreműködjön a katasztrófák elleni védekezésben. Fontos elvárás a Magyar Honvédséggel szemben, hogy speciális eszközeivel, felkészült és elhivatott személyi állományával képes legyen beavatkozni. Idén immár második alkalommal szervezett workshopot a katonai hagyományőrző civil szervezetek részére a Honvédelmi Minisztérium katonai örökség főosztálya. A katonai örökség főosztálynak pedig fő feladata a civilekkel, a katonai hagyományőrző civilekkel való kapcsolattartás, munkájuk támogatása, munkájuk monitoringozása. Nyilvánvalóan mi adunk instrukciókat számukra, hogy hitelesen jelenítsék meg az elmúlt korszakok katonai hadviselését. A magyar katonai hagyományőrzés az elmúlt 11 néhány évben annyit fejlődött, hogy igazából ezek a workshopok már a finom hangolást szolgálják. Tehát európai szinten is a magyar katonai hagyományőrzés, azok a katonai hagyományőrzők, akik a Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatban állnak, azok európai szinten űzik idézőjelben a katonai hagyományőrzést. Hetedik alkalommal tartott békeműveleti együttműködési tanfolyamat a Szolnoki Béketámogató Kiképzőközpont. A kéthetes képzést lezáró ünnepségen 14 nemzet 24 résztvevője vehette át oklevelét november 24-én.
Az elmúlt két hétben 7. alkalommal került megrendezésre Szolnokon, a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központban a Békeműveleti Együttműködési Tanfolyam, amelyen 14 ország, 24 hallgatója vett részt. Miután már megtanulták, hogy hogyan kell tolmácsot kezelni, valamint nemzetközi és nemzeti szervezetekkel tanácskozást levezetni, a zárógyakorlat keretében ezt gyakorolták. Az első hét során elméleti előadásokon vettek részt, amelyen megtanulták a tolmácskezelést, tárgyalástechnikát, és a második héten a gyakorlatok keretében ezeket alkalmazták. Az itt megszerzett tudást később ebben a világ bármely pontján alkalmazhatják, mint alkalmazott összekötő tisztek. Katari katonai vezetőkből álló delegáció tett látogatást a zalaegerszegi Rheinmetall Hungary gyárban november 21-én. Hazánkban 1988 óta ünneplik a véradók napját, és immár 35. alkalommal díjazták a legelszántabb önkénteseket és szervezeteket. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idei központi rendezvényén a székesfehérvári Nagy Sándor József 51. híradó és vezetésbiztosító dandár véradó barát munkahely elismerést kapott, a 3. területvédelmi ezred nógrádi területvédelmi zászlóalja pedig elismerő oklevelet vehetett át. Mai napon a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségétől dandárunk kapott egy nagyon szép ajándékot. Második alkalommal nyertük el a Véradó Barát munkahely címet. Legelőször 2012-ben, és nagy örömünkre most 2023 évben is megkapta alakulatunk ezt a kitüntető címet. Éves szinten 8-10 alkalommal szervezünk véradást a Honvédség berkein belül Székesfehérváron, ahol átlagosan 120-140 ember jelenik meg. Jövő évre ezeket a napokat majd megpróbáljuk beduplázni, mivel hogy sok az érdeklődő. Kenszet 1 a középiskolások részére szervezett az űripart bemutató és népszerűsítő verseny, amelyet az Európai űrügynökség hirdet meg minden évben azzal a céllal, hogy a diákok megtapasztalhassák, milyen érzés részt venni egy valódi űrprojektben. A verseny magyar fordulójában résztvevő diákok november 25-én találkoztak a budapesti Szinyei Merse Pál gimnáziumban. Elég sokat beszéltem az elmúlt években már az űrtevékenység jelentőségéről, hogy ez az a korosztály, ahol felesleges magyarázni. Tehát amikor ez a korosztály ott ül egy előadáson, ők az első perctől tudják azt, hogy ez miért képezi már most az életünk részét, és miért nem lehet megkerülni a 21. században. És éppen ezért ez egy nagyon jó dolog és nagy lehetőség, hogy ennyien érdeklődnek ez iránt a lehetőség és terület iránt. Európának igencsak szüksége van arra, hogy növelje a képességeit ezen a területen. És ebben a világba léptek be. Tehát, hogyha ti ezen a területen elsajátítotok egy tudást, akkor egy dologban egészen biztosak lehettek, hogy ez egy versenyképes tudás. És hogy ti utánatok kapkodni fognak. Már Európán belül is, és a világban is. Tehát nagyon jó befektetés minden ezzel a területtel eltöltött plusz egy óra. Szükség van rátok. Ti vagytok a jövő. Ti vagytok a csapat. Együtt fogtok dolgozni, együtt fogjátok segíteni egymást. Megtanuljátok azt, hogy csapattagnak lenni nem csak azt jelenti, hogy van, aki az ejtőernyővel foglalkozik, van, aki a szoftverrel, hanem hogy vigyáztok egymásra, segítetek egymásnak,
rengeteget fogtok tanulni, és rengeteget fogtok hazavinni magatoknak is, meg az iskolátoknak is ebből a dologból, amit itt csináltok. Önök a Honvéd Hét műsorát látták, hírösszeállításunk a jövő héten újra jelentkezünk. A haderő híreit addig is nyomon követhetik a www.honvédelem.hu hírportálon, valamint közösségi oldalainkon is. Köszönjük szíves figyelmüket, viszontlátásra!